Sziasztok, Bebe vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. A mai videóban sajtos ropit vagy sajtos rúdat fogunk készíteni, ki hogy hívja. A sok édesség után arra gondoltam, hogy jöhet valami sós. Ha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan készül ez az extra ropogós és omlós sajtos rúd, akkor feltétlenül maradjatok velem. Szükségünk lesz 40 deka finom lisztre, 20 deka reszelt trapista sajtra, 25 deka vajra, egy evőkanálnyi sóra, egy teáskanál sütőporra, valamint két púpos evőkanálnyi tejfölre. A sütőport és a sót hozzáadjuk a liszthez, elkeverjük, majd a hideg vajat, amit kis kockákra vágtunk, elkezdjük összemorzsolni a liszttel. Amikor már szép egynemű a morzsa, a reszelt sajtból, ami összesen 20 deka, körülbelül 12-13 dekát hozzáadok a tésztához. Ez nagyon finom omlóssá fogja tenni, de természetesen a tetejét is bőségesen meg kell szórnunk majd vele. Még egy kicsit összedolgozom, ezután pedig jöhet a tejföl, amiből én 3 evőkanálnyit tettem bele. Hogyha van otthon egy-két tojássárgájátok így a hűtőben, azt is nyugodtan tegyétek hozzá, nem fog rontani a tésztán, sőt, csak jobb lesz tőle, omlósabb, szebb színű. Összeállt a tésztánk, ezután egy kicsit kézzel is átgyúrom, majd folfpakba csomagolva, körülbelül egy órán keresztül pihentetem a hűtőben. A tésztát a kényelem kedvéért most ketté osztottam. Lisztezett felületen újnyi vastagságúra nyújtom ezt a tésztadarabot, áthelyezem ezután egy vágódeszkára, és lekenem egy egész felvert tojással. Amint ez megtörtént, megszórom reszelt sajttal, és csak ezután fogom felvágni. Szerintem egy picit egyszerűbb ez a módszer, mint amikor külön-külön egyesével kenegetjük őket, de abszolút ízlés kérdése, vagy hát szokás kérdése. Én most jól megszórtam sajttal, természetesen úgy, hogy maradjon majd a másik adagra is. Ezután pedig elővettem egy pizzavágót, és egész egyszerűen felszeleteltem, csíkokra vágtam ezt a tésztalapot. Ezután egy fém kártya segítségével egyszerűen áthelyeztem egy sütőpapírra borított lemezre. Nem kell nagy távolság köztük, mert csak egy picit fog megnőni, úgyhogy nyugodtan lehet egészen szorosan egymás mellé tenni. 180 fokra előmelegített sütőben megsütöm a sajtos rudakat. Rátok van bízva, hogy mennyi ideig, hiszen valaki világosabban szereti, valaki egy kicsit sültebben. Én szerintem ilyen 15 percen keresztül sütöttem. Gyorsan elkészítettem a másik adagot is, amit ugyanígy nyújtottam, lekentem, megszórtam reszelt sajttal, felvágtam, és együtt sütöttem meg ezt a két nagy tepsi sajtos rudat. El is készült ez a fantasztikus illatú, ropogós, házi, sajtos rúd. Szerintem egy tökéletes, nasolnivaló bármilyen alkalomra, mi nagyon-nagyon szeretjük. Remélem, hogy nektek is megjött a kedvetek a házi sajtos rúd elkészítéséhez. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. További szép napot és sok sikert kívánok nektek, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!